So, the next item on the agenda is a video presentation. So, Zoli, by the way, Lloyd Zoli, aka Four Gable, is the person that is responsible for all the technology here. Húzatom a csárdába,
vége. Akkor sírassatok engem, ha majd itt bent a szívemben elfogynak a nóták. Szomorú lesz, oly kietlen, mint a hideg őszi kertben a hervadó rózsák. Hadd menjek én feledőbe, vigyetek a temetőbe, írjátok egy szürke kőbe ezt a kevés pár sót. Itt nyugszik egy koldus szegény, dalos hajkú nótás legény. Kár volt értem, a Viktóriában letelepedett magyarság szervezésében, a közösségi programok alakításában a Vaskó család és baráti köre, köztük Szív Judit, hosszú idő óta fontos szerepet játszik. Ilyes Gyulát is kérdezték, hogy mit jelent magyarnak lenni, és az ő válasza az volt, hogy embernek kell lenni. Aki dolgozni akar, tud dolgozni Kanadában, aki igyekszik, boldogul. Embernek kell lenni legelőször, aztán utána megy minden. A Viktóriai Magyar Ház programjai rendre lehetőséget biztosítanak beszélgetésekre, vitákra, amelyek témája gyakran az anyaországgal való kapcsolat lehetőségeinek számbavétele. Az amerikai magyarság közismert személyisége Bertalan Imre református lelkész szerint az egyház és az egyesület ad biztonságot a nagy idegenségben. Hátuk mögött a végtelen vízzel, előttük az ismeretlen jövővel, az egyház és az egyesület lett a kivándorolt magyarok kettős pillére. Csak együtt, egymást segítve, építve, egymást emelve maradhatnak, mint voltak 150 éven keresztül, az amerikai élet tartó oszlopai.
Okay. A programunknak a... Rajta van? Ja. A programunknak végére értünk mostan, de szeretném megkérdezni, hogy szeretne valaki följönni ide és egy pár szót mondani, mielőtt befejezzük az egészet. Is there anybody else that would like to say a few words? No. Okay, Agi would like to come up here and say a few words. I didn't think that I would or could say something, but I want to say thank you to all of you. To all of you for remembering my dad. By me, he will be missed to the rest of my life. He was very special indeed. But this past 2 months showed me that I can always count on people. It made me to believe in everybody's goodness, in good heart. There was no one that I asked for help that would say no to me, and I really truly appreciate it. Thank you very much. Thank you for honoring the memory of my dad. Thanks a lot. Thank you, Agi. And now we probably should stand up for a 1 minute silence and all of us individually say goodbye to Joska and Joe. Okay, thank you very much. This concludes our program, and we will take a few minutes to organize the tables. So you can move around, and we should be finished in a few minutes for the reception. Thank you very much.